Minden év július 1-e a magyar egészségügy kiemelkedő ünnepe, mely egyben Semmelweis Ignác születésének napja is. Tisztelt egészségügyben és szociális szférában dolgozó vendégeink! Kérem, engedjék meg, hogy Kiskunhalyi Salváros önkormányzatának és az itt élők nevében Márai Sándor gondolataival köszöntsem önöket. Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Köszönjük áldozatos, embert próbáló, mérhetetlen lemondással, empátiával járó munkájukat, melyel a helyi lakosok ellátását, egészségét biztosítják. Az egészségügy és a szociális szférában dolgozók szíve, hogy ünneplőbe tud-e öltözni július 1-én, így egy nappal az ünnep előtt, azt nem tudom. Azt tudom, hogy mindaz a feladat és mindaz a hivatás, amelyet önök végeznek, az nekünk, akik kívülállóként látjuk, és néha egy picit belekapcsolódunk az önök munkájába, tevékenységébe, kiemelten fontos. Hiszen akkor vannak önök ott, amikor valami baj van. Valakinek segítségre szorul, és segíteni kell. Az önkormányzatok megpróbálják erejükhöz mérten, vagy éppen egy más fenntartó, az egyház, megpróbálja erejéhez mérten fenntartani ezt az ágazatot. Hogy kell-e, az nem kérdés. Mert amikor szükség van, akkor kell a segítség. És higgyék el, az a gondolat, amit megfogalmazott Ramona is a köszöntő beszédében, az nem üres fázis. Akkor értékelődik föl ez a gondolat minden emberben, akik kívülállóként az önök munkáját látják, tevékenységét látják, amikor ők is belekényszerülnek, hogy elmenjenek az egészségügyben, mert hiszen mindent sajnálatosan az utolsó pillanatokra adjunk. És abban az utolsó előtti pillanatban nagyon nagy szükség van önökre. Azt gondolom, nem kell kellőképpen hangsúlyoznom azt, hogy az önkormányzat nevében megköszönjem és elismerjem azt a munkát, amelyet, hogyha visszaemlékeznek az előző rendhagyónak gondolt, koronavírussal még jelentősen terhelt ünnepségre kiemelten megtettem. Én azt is kívánom önöknek, hogy az elismerő szavakon túl ezeket a bizonyos pozitív visszajelzéseket, amelyeket kapnak egy ölelő kisgyermek vonatkozásában, egy köszönő felnőtt tekintetében, egy hálás tekintet vonatkozásában tegyék el nehezebb időkre. Sűrjék magukkal. Kívánok önöknek ehhez a munkához, ehhez a hivatáshoz erőt, kitartást és jó egészséget. Köszönöm szépen!